Persze. Akkor még egyszer, Illés Tibor laktársunk Hollandiában járt, amatőr csillagász szemmel járt Hollandiában, és én már láttam, egy szextánst mutogatott nekem a kis dobozból, és Európa legidősebb vagy legrégebbi planetáriumát is megtekinthette, ami 226 éves. Ez a legfontosabb számomra. Átadom a szót. Köszönöm szépen, megfogyva, bár de törve nem. Hogy ugye gyorsítsuk a történetet, mindjárt kérdem az első képet, mert ugye elvileg én utána vacsora jön, tehát lassan meg fogtok majd ölni, kaja nélkül. Hogy ne tudnék hangosabban beszélni, még ordítani is tudok, ordítok és toporzékolok. Rögvest kapok egy képet. Gyakorlatilag addig néhány szót szólnék én erről az érdekes országról. Ugye a Hollandia azért mindenki tudja, hogy körülbelül hol van, hol helyezkedik el, de úgy azért mélységében. Tudok kapni egy képet esetleg? Rajta vagyok. Jó, rajta vagyunk az ügyön. Tehát Hollandiának, most egy kis összehasonlítást itt csináltam magamnak, illetve nektek, Hollandiára és Magyarországról. Hollandiának ugye a fővárosa Amsterdam, kormány Hágában székel, Magyarország Budapest, Budapesten székel. Hollandia államformája parlamentáris monarchia, Magyarországi államformája köztársaság. Rántott hús. Kapok képet. Igen. Hollandiának királynője van, Beatrix királynő. Nálunk van egy Sólyom László köztársasági elnök. Hollandiának van egy miniszterelnöke, Jan-Peter Falkenende. Nálunk Gyurcsány Ferenc tölti be ezt a tisztet. Hollandiának hivatalos nyelve holland és a fríz. Magyarországon magyar, Hollandia 57. március 25-én csatlakozott az EU-hoz, kis országon 2004. május 1-én. És itt jönnek a igazán meglepő adatok. Azért mondom ezeket el, hogy körülbelül tudjuk elhelyezni mindazt a történetet, mindazt, amit láttam, hogy végül is hol is jártam, hol is jártunk, mit is láttunk. Hollandia területe 41.500 négyzetkilométer, Magyarországi 93.000, tehát pont a duplája vagyunk. Hollandia területének 18,5% a víz, Magyarországi 0,74%. Hollandia népessége, és ez nagyon meglepő, 16,5 millió fő, Magyarországi becslések szerint 10 millió, 9 millió, pár százezer, mikor kit számolnak meg. Következésképpen Hollandia népsűrűsége 395 fő per négyzetkilométer, Magyarországon ezzel szemben 108 fő per négyzetkilométer. És az utolsó adat, és ígérem többet nem mondok, a GDP, ami ugye nagyon sokat elárul egy országról, Hollandiának 2005-ös adat 498,7 milliárd USD, tehát dollár, Magyarországon 136,4 milliárd. Tehát el lehet saját országunkat helyezni. Kezdtem egy ilyen képpel, a távolabb ülő kedvér elolvasom. Gyakorlatilag Magyarországtól vagyunk, amikor ezt a képet készítettem, 1800 kilométerre, a felirat magyarul, egy holland, köszönöm szépen, rövid parkolásért is kell fizetni, még csütörtök este is. Erőteljesen hajazott egy kicsikét a Bécsbe olvasott felirathoz, magyar ne lopj. Nem tudtuk ugye mire vélni. Kérem szépen következő képet. Gyakorlatilag ugye található Hollandia, és kis országunk, távolság, ahol mi laktunk, ez 1500 kilométerre volt Szegedtől. Kérném a következőt. Közelebbről, hogy ez az ország, ahol végül is ezek a kis történetek, amiket elmondok, illetve megmutatok, ahol játszottak. Mi Emmen városához közel raktunk, német-holland határhoz, határtól kb. 40 kilométerre. Az egyik történetünk Dwingelóban játszódik, a másik Franeckerbe, Friesföldön, illetve néhány kép lesz majd Amsterdamról. Kérem a következőt. Mi jut eszünkbe Hollandiáról? Ugye tulipánok, szélmalmok, sajtát, ugye stílusosan most...
Stílusosan így van, köszönöm szépen, úgy kellett volna tartsam ezt az előadást, hogy fapapucsba beklaffogok a két honom alatt egy-egy sajttal, hát lehet, hogy sajtszagú vagyok, tulipánnal a kezembe, hát illetve ugye a szélmalmok. Gyakorlatilag mindenféle formában, ízbe, színbe, szagba megtalálható a szélmalom Hollandiában, tehát ők azért ápolják a hagyományokat. Kérem a következőt. Ez egy másik kis szélmalom, szerintem itt pöröghetünk is egyet tovább, illetve a másik jellegzetessége a csatornák. Ugye, mint említettem, volt a kis számadatok között, hogy Hollandia területének 18,5%-a víz. Hát ugye ők azért visszahódítottak egy csomót, elhódítottak inkább egy csomó területet a tengertől, és ebben igen-igen nagy szerepe volt a szélmalmoknak, hiszen a széllel hajtott vízátemelőkkel történt meg a nagyon sok területnek a lecsapolása. Ezeken a csatornákon vannak hajózhatók, ugye, mint itt lehet látni, illetve vannak nem hajózható csatornák. Gyakorlatilag nem volt olyan hely, ahol ne láttunk volna ilyen szintű csatornákat. Másik jellegzetes története Hollandiának, Holland Fries tehén. Mindenütt megtalálható volt, épp úgy az autóbálya mellett, mint a lehető legkisebb faluban. Mindjárt vettem is egy csordát. Az volt az érdekesség egyébként a dolognak, hogy gyakorlatilag mindenütt volt tehén, viszont embert nem láttunk. Mindenütt gondosan le volt nyírva a fű, viszont senkit nem láttunk, aki nyírta volna. Lehet, hogy éjszaka csinálják, nem tudom. Következőt. Nagyon szépek volt. Igen, nagyon szépek voltak a tehenek. Néhányat láttunk működés közben is. Nem értettem a dolgot, mert mind a kettő tehén volt, úgyhogy jó, szerintem menjünk is tovább. Következő jellegzetesség ugye a sajt. Igen. Gyakorlatilag minden ízben, színben, szagban megtalálható a sajt Hollandiában. Azt lehet mondani, egy nemzeti eledel, de hát ugye ezen talán nem csodálkoznánk. Nem volt olyan utasorok szinte, ahol ne lehetett volna sajtot kapni, következőt kérem szépen. Goudától kezdve a mindenféle színű, ízű, szagú sajtok tulajdonképpen nem drága, tehát ugyanazon az áron vannak, hát ugye a minőség az egy picikét más, következőt. A említett fapapucs, naturfapapucs, piros, kék, zöld, sárga, volt már plüss fapapucs is, következőt kérem szépen. És a tulipán. Ez Amsterdamba készült ez a kép. Hát itt úgy elrejtik a tulipán, mint nálunk a piacon a hagymát. Volt fekete tulipán, piros tulipán, Rembrandt tulipán, konzerv tulipán, lyukas csokoládé, fekete csokoládé. Következőt kép. És a mindenféle egyéb általunk ismert, vagy kevésbé ismert virágoknak a gumói. Ugye azt tudjuk Hollandiáról, hogy gyakorlatilag egy kereskedő ország, tehát igen-igen kiterjedt kereskedelmet folytatott és folytat a világ számtalan részével, ahol ugye megtalálható mindenféle növény. Távolabb ülő kedvéért, cannabis starter kit, bocsánat az angolságért. 5-6 féle fajtával lehetett ezeket kapni. Nem hoztunk, ugyanis hát ugye gyakorlatilag Hollandiában tűrt ez a dolog, nem támogatott, viszont Hollandia határán kívül nem lehet azért ugye ezeket elhozni. Valószínűleg kis magvak, kis utasítás, hogyan neveljük saját magunknak indiai vadkendert. Amsterdamban egy bolt kirakata, a megfelelő belövéshez szükséges mindenféle szerszám teljesen nyilvánosan vásárolható. És hogy azért mutassak egy mást is, az hülyeség, hogy a Mikulás Lapföldön lakik, Amsterdamban lakik, itt a boltja. Július 1-én Amsterdamban a Christmas Palace nevezetű bolt, nénike bent ücsörgött, és mindenféle kelléket meg lehetett kapni a nyár közepén, ami a karácsonyra szükségeltetik. Én itt azt mondtam, hogy ez a nép ez nem normális, ez őrült, de hát el kell őket így fogadni, ahogy ők vannak. Ezt csak azért tettem be, hogy ecseteljem azt, hogy a teljes foglalkoztatottság tulajdonképpen megvalósul Hollandiába, ha kell, akkor szárazföldi búvárnak költöznek. Egyébként egy delfináriumban fiatalok kommentálták a gyerekeket ebbe. Nem, ez élő emberek, szépen mászkáltak. Amit tudunk, hogy a Hollandián, hogy eszméletlen sok a kerékpár, a kerékpárnak nagyon nagy hagyománya van, rengeteg van belőle.
Gyakorlatilag én valahogy úgy szültem le az egész dolgot, hogy nem azért van kerékpár, mert szegények az emberek gazdagok. Ennek az országnak, a lakosságának, illetve a népnek a 1600-1700-as évek óta marha jól megy. Tehát ott pénz van. Nem azért van kerékpár, mert nem tud autót megvenni, nem érdekli őket az autó, nem tudja hova tenni az autót. Ugye, amit mondottam volt, ugye 40 pár ezer négyzetkilométer és 18,5% a víz, gyakorlatilag mindenütt csatorna van, az Amsterdamben egy utca, itt található egy utca, néhány autó, facsoport mögött csatorna, és megint egy néhány száz darab kerékpár. Következett, kérem szépen, egy kis feeling. Szerintem ő volt a legszebb holland lány, nagyon csúnyák egyébként, nagyon-nagyon csúnyák. A legszebb lányokat visszafele láttuk már az osztrák-német határon, már az ott azért keveredés volt. Érdekesek a kerékpárok, ugye itt semmi nem kínai vesző, de találtunk kínai árut egy tradicionális holland faluba, szájharmonika made in Kína. Tehát én akkor mondtam, hogy rosszul vagyok. Nem, a fapapucs az teljesen echte holland, tehát azért vannak dolgok, amik nem adnak ki a kezükből. Hagyományos tricikli, hát ugye itt érdekesen nézünk az emberekre az utcán, hogyha egy ilyennel megy egy barna ember és néhány vashulladék van rajta. Most maga a tricikli egy tradicionális hal szállító kerékpár, és ők mennyire őrzik a tradíciót, következőképpen meg is lehet már figyelni. Ugyanennek a modern változatát találtuk meg egy kerékpárüzletben. Apuka, anyuka itt ül, és elől biztonsági övvel bekötve kettő darab apró népet nagyon szépen el tud vinni a kisvároskába, de hogy ez a kormány hogy kormányozza ezt a kereket, azt ne kérdezzétek. Tehát számomra rejtély, mert itt ülnek valami. Következőt kérem szépen. Illetve ugye azt mondjuk, hogy riksakuli, de most itt nem riksakuli, van egy meghatározhatatlan UFO-szerű járgány szintén Amsterdamban. Két-három ember szépen nyugodtan bele tudott ülni, és a kis jó ember az elején mindenféle erőfeszítés nélkül tudta őket vinni Amsterdamban. Következőt kérném. Egy kerékpárbolt. Megtisztelik magát a kerékpár. Tehát én azt mondom, hogy Magyarországon egy Mercedes-t árusítanak ilyen körülmények között. Következőt. Lóút. Bárhova mentünk, autópálya mellett normál út mellett kerékpárút mellett lóút. Ez szó, szoros értelmű. Ja, bocsánat, még a csatorna. Tehát ez volt ugye a következő. És hogy ez mennyire komoly, valójában lóval szépen közlekedtek. Igen, keskenysávú, szépen kitaposva. Emmen városában ez kb. Egy olyan 30-40 ezeres lélekszámú város, amelynek közelében laktunk. Külön áruház volt a mindenféle ló dolgoknak. Lókobak, lókobát, lólábvédő. Lókobász nem volt. Északi tenger. Ezt a képet én azért válogattam be, hogy képet adhassunk arról, hogy mit is jelent az, amikor a Hollandiáról azt mondják, hogy gátakkal kell védeni. Gyakorlatilag itt a távolság, amikor a víz kezdődött, apálykor értünk oda, több mint 1 kilométer volt. És a következő képen meg lehet tekinteni, hogy a víz meddig jön föl. Jó, hát nyilván ugye itt a legnagyobb biztonságra törekszenek, de itt még nagyon szépen víz előfordulhatott. Néhány helyen ugye GPS-re közlekedtünk mindenhova, mint a modern turisták, mert nem tudjuk, hogy hol vagyunk, ezért GPS-re hagyatkozunk. A GPS ugye megmutatja, hol vagyunk. Volt olyan hely Amsterdam, hogy 9 méter a tenger szintje alatt voltunk. Kicsit érdekes a történet. Nem Photoshop, a hülye sirály az így állt. Vendéglátóink Beatrix királynő és kedves férje. A Diana-t is előkerítettük minden rövid időre. Nekem Julia Roberts jutott, de hát én megelégettem ő vele is. Albert Einstein szemlélte kis társaságunkat. Igenem, innentől kezdve lassan átérünk a csillagászatra. Hollandia hajós nép volt, van és lesz. Régi hajót láthatunk. Ezt a képet én azért válogattam ide, hogy gyakorlatilag az 1600-as évek közepétől kezdve ők milyen területeken is voltak jelen ebbe a kis világba. Hát azért egy ekkora ország ilyen helyekre eljutottak. Következőt kérem szépen. És akkor itt térek át a csillagászatra. Ő kicsoda?
Igen, köszönöm szépen, Huygens-t hallottam, nem így hívják az urat. Huygens. Nem értettem a jó embert, amikor mondta, hogy ő Huygens. Hát mondom, mi van? És mondta, hogy Huygens. Hát ugye tudjuk, hogy a G-t nem úgy ejtik, a H-t nem úgy ejtik. Ő Christian Huygens. Nagyon-nagyon röviden mennék csak az élete történetén végig. 1629. április 14-én a névnapomon született, bocsánat, Hágában. Holland fizikus, matematikus csillagásznak emlegetik, hát inkább ő fizikus volt, egy gazdag politikai pályán igen széles kapcsolatokkal rendelkező úriembernek a fiaként született. Különböző helyekre elküldt a jó apja tanulni jogi iskolába, a jó ember kitűnt matematikai tehetségével, viszont nem kívánta követni apjának a politikai pályáját, hanem inkább a matematikai, fizikai csillagászati témák felé fordult. 1657-ben ingaórát gyártott, kidolgozta a matematikai és fizikai inga elméletét. Tehát gyakorlatilag olyan alapokat fektetett le a matematika, illetve a csillagászat történetében, mondjuk például a fény hullám elméletét, illetve egy tökéletesített távcsővel, melyet kedves testvérével, hogy most bátyja vagy öccse volt, azt nem tudom, felfedezte a Szaturnusz legnagyobb holdját, a Titánt. Felismerte, igaz, hogy már ugye Galilei már valami gyanúsat talált a Szaturnusznál, viszont Huygens felismerte, hogy ez a gyűrűnek köze nincs a bolygóhoz, nem tapad hozzá, egy független szerkezet a magától a bolygótól. 1666 és 81 között ő azért elment Párizsba, de a ottani kötött gondolkodás nem tetszett neki, ezért inkább visszatért szülőföldjére. Tagja volt egyébként a Francia Akadémiának is. Szerencsés korszak volt az a 17. század számára. Kozmoterosz nevű, című munkájában több érdekes dolgot leírhatott, gőzöm nincs, miről szól a története. Lényeg a lényeg, lefektetett bizonyos alaptéziseket, amelyek a mai napig is vezérlik a fizikát. Az ő munkássága volt talán az elsőnek nevezhető olyan munka, amikor nem akartak egy egységes világképet alkotni, szakított a filozófia és a matematika, csillagászat, kozmogónia összességével. Ő azt mondta, hogy fizikus, és ő csak a fizika oldalától kezdve közelítette meg a világot. Néhány rajza, gyakorlatilag földpálya, oldal, Jupiter holdjai, illetve a Titán és a Szaturnusz gyűrűi. A tudományos munkájának elismeréseképpen a királyi tudományos társaságnak is a tagja lett. Most idéznék, és ez lesz az utolsó idézet, Simonyi Károlyt bizonyára ismeritek, így jellemzi Huygenst: a század legfegyelmezettebb, legkritikusabb szellemű és legtöbb konkrét eredményt felmutató fizikusa, Newtont kivéve. Kérném a következő képet. Csak hogy mennyire megbecsülték Huygens saját országába, hát hogy a Gulden már nincsen, de Huygens azért rajta volt, és láthatjuk megfelelő kis bolygóképét a pénzen. Következőt kérem. Mennyire megtisztelte saját korunk Huygenst? Titán szonda. Következőt kérem. A szonda programja. És akkor végül is elékeztünk oda, ami engem nagyon-nagyon megfogott. Franekkerben járunk, Észak-Hollandia, nyilván csatornák. Miért is kerültünk ebbe a kis városkába? Úti könyvet tanulmányozva, illetve a IGO igen-igen nevezetes programjában föllelvén ezt a érdekes pontot, mint POI, planetárium. Na nézzünk, olvasunk utána. Hát kis városka. Képeim, ezek a képek déli 12 és 1 óra között készültek. Ez a következő miatt lényeges: embert nem fogtok látni az utcákon. Nem én írtottam ki őket, ők nem későnk elők. Nem tudom, hogy hol van Hollandiában az a 16,5 millió ember. Régi városháza. Következőt kérném szépen, másik metódusból. Ismét következőt. Franekkeri utcakép.
50 ezres város. Embert nem nagyon láttunk. Következő. Városka főtere. Nincs ember, tehát azért déli 12... Hozzánk tartozik. Itt van egy ember. Aha. Hozzánk tartozott. Tehát ő vele voltunk együtt. Hát nyilván a város főterén, templom előtt egy napóra, melyen a megfelelő pontra állva, mint napórának a mutatója, saját magunk tudjuk az időt leolvasni. Következőt kérném szépen. De mindjárt figyelmeztet is a kis tábla, hogy a nyári időszámításnál a megfelelő időkorrigációt hajtsuk végre. Következőt kérném. Egyébként mindenütt Hollandiában ez a téglás burkolat volt a földön, autóutak ilyenekből készültek, házak ilyenekből készültek. Nagyon-nagyon ráértek. Következő. Valószínűleg téglagyában dolgozott, de viszont nem láttuk, hogy honnan hozták, tehát nem volt, ahonnan kitermelték volna. Tehát vannak ilyen rejtélyek. Következőt kérném szépen. Leány gyermeke, mint napóra mutatója, és valójában egészen pontos volt a történet. Tehát, igen, be lehetett állítani a megfelelő pontosságot, és ugye nem júniusban voltunk akkor már, hanem júliusban, tehát át kellett lépni a másik pontra. Következőt kérném. No, itt van a híres nevezetes, és ezt azért mondom, hogy híres nevezetes, mert Hollandiában igen-igen nagy tiszteletnek örvend ez a planetárium. Maga a planetáriumnak az épülete, rajta nyilván egy napóra, távolabb ülő kedvéért planetárium kafénak hívják mellette lévő létesítményt. Közel nincs a coffee shopokhoz, tehát itt azért már nem szívják a megfelelő történetet. Következőt kérném szépen. Meteorról a világ körül betartozó kép. Következőt kérném. Itt azért már előfordultak emberkék. Látjuk azért, milyen picike maga az épület. 1806 van írva a napórára. Kicsit tamáskodtam, a korát illetően nagyon-nagyon jónak nézett ki. Keszthelyi Sanyi barátunk mondta azt el, hogy hát valószínűleg akkor minden évben újra festik. Elképzelhető. Mehetünk tovább. Planetárium Café. Tehát gyakorlatilag Hollandiában így néznek ki a házak. Na most ide hova rakja az autót? Ezért nincs is autó. Következő. Planetárium kávéházban kávé kínálat. Az egyik oldalon volt 63 fajta, a másik oldalon 84 fajta kávé. Nem tudom, jól megy nekik. Következő. A planetárium kávéháznak a tulajdonosa, illetve a planetáriumnak a kurátorát láthatjuk itt ezen a képen. Eisingának hívták az úriembert, 1744-ben született, tehát gyakorlatilag közel 50 évvel később, mint Christian Huygens. Következőt kérem szépen. Itt láthatjuk az úriembert. Gyapjú Kártolónak a fia volt. Nem tudom, mit csinál a gyapjú Kártól, lenyírják a birkát, azt valamit csinálnak a gyapjúval. Abban a korban, ugye ez egy felvilágosult ország volt, ott a fizika volt, az Isten volt, a kettőt nem keverték össze. Illetve az, hogy marhára jól ment nekik, valamint rengeteg idejük volt. Következésképpen Eisinga úgy döntött, hogy mikor lekátorta megfelelő mennyiségű gyapjút, leült a kis szobácskájába, és elkezdett érdeklődni a matematika és csillagászat és egyéb tudományok iránt. Következőt kérem szépen. Itt látható, amint Kártól, vagy családja, vagy a hozzátartozói. Azt mondta, hogy ő csinál egy planetáriumot. A döntő lökést az adta, és egy picit puskáznom kell, 1774. május 8-án volt egy bolygó együttállás. Azért bizonyos tekintetben ott a fejekben még zűrzavar volt, és azt mondták, hogy hú, ennyi bolygó együtt van, asztrológia, itt a világ vége, de most ezen Eisinga nagyon fölháborodott, és elkészített egy planetáriumot, hogy bebizonyítsa, hogy a bolygók együttállása, a bolygóknak nincs olyan hatása a Földre, amely bármiféle világvégét okozhatna. Kérdem a következőt. Saját hálószobájában készítette el ezt a planetáriumot. Legelőször a mennyezeten található szerkezet készült el, amelyeket később kiegészített különböző egyéb mutatókkal. Amiket most látni fogtok, képeket, 226, illetve most már 227 éve folyamatosan működik, valós időben működik maga a planetárium és minden műszere. Következőt kérném szépen. Itt látható a
hálószobája, hálókuckója, illetve mint az akkori holland családoknál jellemző, ez ugye előtér volt, nappali volt, közösségi helyiség volt. Itt nagyon jól látható fönt maga a planetárium, illetve a különböző műszerek, majd lesz közelebbi kép is róla. Ebben a fülkében volt, no nem ez a távcső, ezt szerintem utólag tették oda, itt az oldalán található, majd a rákövetkező kis filmen majd lehet látni, súlyok, melyek ingákat mozgatnak, egy óra szerkezetet. Mehetünk tovább. Gyakorlatilag lentről fényképezve maga a planetárium. Ez a korában, ugye még ott álltunk meg, hogy a Szaturnusz volt a legutolsó ismert bolygó az ő számukra. Középütt megtalálható a Nap, Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz megfelelő holdakkal, és ismételten mondom, valós időben mozognak a kis bolygó testecskék, illetve maga a méretarány, most nyilván nem a bolygó testekről van szó, maga a méretarány az teljesen oldalhelyes, 1 mm 1 millió kilométernek felel meg. Következő képet kérném szépen. Itt látható, itt kinagyította magát a Napot, illetve a kis földgolyó, ez ugye ugyanitt megtalálható, tehát gyakorlatilag maga a Földnek a modellje egy év alatt kerüli meg a központi csillagot jelképező kis történetet. Következő képet kérném. Hold felkeltét jelző műszer, hold lenyugtát jelző műszer, mikor nyugszik le. Itt az édesebb szemmel észrevették, hogy itt már bizony 2000-es dátum szerepel. Az ő korában is ott volt a megfelelő évváltás, de hát nyilván ő még gőze nem volt, hogy itt lesz még 2000, és ezt a modern korba felújítás során tették bele. A hold pályájának az ekliptikán való áthaladását kiszámoló kis műszerkentyű. Mehetünk tovább. Gyakorlatilag igen, tehát, ja, igen, itt középül található egy planiszféra, ami az éppen látható csillagképeket mutatja meg, valamint az, hogy a maga nap melyik jegyben tartózkodik, napfölkelte, napnyugtát jelző, és pontosan működő történet. Következőt kérném szépen, hogy a holdfelkeltét jelző. Hogy is működik ez a kis történet? Ez egy ilyen kis sematikus ábra magáról a szerkezetről. Ő nem fogaskerekeket alkalmazott, hanem megfelelő átmérőjű körtárcsákat, melyekbe részszegeket vert bele. Ez közel 10 000 darab részszeget jelent. Végül is hát fogaskerekeket alkotott ő is. 4-5-6 darab súly mozgatja ezt az egész szerkezetet. Hát nem tudom, hogy itt mennyire látható. Ja, bocsánat, még ezt elfelejtettem hozzáfűzni, hogy fotózni tilos volt. A varázsszó, és nagyon szépen köszönöm nektek, az, hogy én vagyok a Magyar Amatőr Csillagászati Egyesület egyik tagja, és csak ezért jutottam ide 1700 kilométert. Ja, nem, jó, bocsánat, de ezt nem akartam mondani. Most lebuktat. Lebuktat a saját lányom, ki vagyunk be. illetve amit majd juttatásba szeretnék kérni, minden ilyen helyen, ahol nem lehetett fotózni, illetve a helyekre nem lehetett bemenni, minden helyen hagytam egy meteort, mint ajándék, és ezt küldi önöknek a Magyar Amatőr Csillagászati Egyesület, és ez szinte nyitogatta a kapukat. A jó ember engedte, hogy fotózzak, a ott lévő holland turisták azok elkerekedett szemmel néztek, hiszen nekik tilos. Na, lényeg, itt található maga a szerkezet, különböző húzó, nyúzó erők hatására mozgó tárcsákon. Következőt kérném szépen, mozog ez az egész, tehát ez, amit most itt látunk, a maga a planetárium szerkezet, tehát a plafon fölötti terület, a padlás. Itt ez már egy picikével jobban sikerült. Tehát itt lehet látni, hogy ő végül is nem fogas kerekeket alkotott, hanem tehát itt egészen jól látni, hogy marha nagy szögek mozgatnak másik szögeket megfelelő áttételekkel. Ez a padlásnak a felülete. Azt hiszem, hogy éppen ez a Jupiternek a köre. Következőt kérném szépen, itt már nem tudom, hogy hol járunk, kinek mi a köre, itt csak tényleg valójában részszegekkel oldotta meg a dolgot. Nem ott volt az avatás, bár mondtam, hogy várjanak meg vele. Ez egy 1820-as években készült szintén planetárium szerkezet, amely élőben, ez így néz ki,
tellurium, lunárium, planetárium, tehát itt is a megfelelő planiszféra, a hold föl kell, nap lenyugszik, milyen jegybe tartózkodunk. Következőt. A épület felső szintjén, itt már nem a Ezingának a műszerei láthatók, viszont a akkori kornak a csillagászati, illetve egyéb földrajzi hely meghatározó eszközei, különböző órák, napórák, általam ismert és ismeretlen eszközök. Nem tudom, mit mutat, nagyon szép, nagyon jó állapotban, részből van, barna gyerekek bizonyára örülnének neki, de azért egy csillagásznak bizonyára többet jelent. A tárlók alatt kihúzható fiókok, nyilván azért üvegtetővel ellátva, órák. Tehát egy kifejezetten az ismeretterjesztés, a régi korok emlékeinek a megőrzését szolgálja az egész kiállítás. Azért itt általában iránytű, napóra, képek láthatók, megjelentek már a régi távcsövek képei, különböző ég- és holdgömbök. Mehetünk tovább. Hihetetlen jó állapotban, szétnyitható tojásként szétnyitható éggömb. Mehetünk tovább. Az igen-igen érdekes, ki a legjobb távcsőben a gyártó, azért ezzel még érdemes lenne megpróbálkozni, bizonyára jó pontos történet. Itt körülbelül azt tudtam leszűrni, az egyik távcső a Eisinger-i lehetett, azt hiszem, hogy a másik, hogyha kimegyünk a nagy képre. Valószínűleg ő volt a jó embernek a tulajdona, legalábbis a képből adódóan. Illetve a felső szinten ezek a kis mechanikus planetáriumok, hát nagyon jól lehet látni, hogy a nap egy petrollámpa. Föld, talán Merkur, Vénusz. Ugye tekeri, forognak a dolgok, szintén egy üveg alatt lévő történet. Nem is tudtam egyszer megszámolni, rengeteg planetárium, illetve égi modell volt itt megtalálható, még ő is az kis búra alatt, mehetünk tovább. Itt is lehet, meg lehet látni, itt tekerem, ott forog. Mehetünk tovább. Gyerekeknek bemutatásra megfelelő korok csillagászati műszerei. Na most itt kezdtem el elhinni, hogy ezek valójában abban a korban készült napórák. Itt már mondjuk látszik rajta, hogy ez 1804-ben készült, és ugye... Nem pont olyan, mint ami a ház elején? Nem, csak maga a kialakítása. De nézzétek meg, hogy is vannak a számok, hol van a mutató eltolva. Tehát ez azért egy másfajta tájolású falra. Letekintettünk az udvarra, szintén egy napóra, tárlókban a régi idők csillagászati műszerei, Stonehenge, mint csillagászati műszer, illetve egy akármi. Éggömb van benne, valamit mutat, mehetünk tovább. És hogy mennyire tisztelik a jó embert, Eisinger nevét viseli az egyik szerelvény. Elmentünk, ha picit visszamegyünk, csak vettem egy nagy levegőt. Szintén a iGo nevezetű kis GPS programocskán beütvén találtunk, ahol laktunk, onnan 30 km, azt mondja, planetárium. Hát mondom, menjünk már el. Hát megnéztük, gyakorlatilag a mező kellős közepén azt mondhatnám, mintha itt lennénk Tarjánba, egy hihetetlenül jól felszerelt planetárium, csillagvizsgáló, illetve kiszolgáló létesítménye. Mehetünk tovább. Planetronnak nevezik magát a létesítményt. Mikor ide értünk, egy kicsikét olyan kétséggel maradtunk itt. Itt talán lehet látni, ez egy motoros. Na most ebből ott volt 40 darab. Jó ember feketébe, bőrbe, nagy bajusszal. Hát mondom, nem tudom, biztos, hogy jó helyre jöttünk, mert Planetron, planetárium, lehet, hogy motoros találkozóban. A fölirat szerint ő a Észak-Hollandia legnagyobb planetárium kivetítőjénél járunk. Mehetünk tovább. Maga a planetáriumnak a kupolája. Tovább mehetünk. Másik aspektusból a kiszolgáló, illetve fogadó helyiségnek a bejárata. És ugye mindjárt föltűnik egy kupola. A kupola alatt kérném tisztelettel egy 60 per
60 centis tükrű, 8 méteres fókuszú távcső rejlett, majd később lesznek róla képek. Hihetetlen jó állapotban. Az, hogy milyen munka folyik ott, azt nyilván én nem tudtam kideríteni, de hogy milyen munka folyt, az ebből a rádiótávcsőből látható, hát ugye ez abszolút nem működik, kicsit Titanic-szerűen leömlő rozsdafoltok azért jelzik itt, hogy ezt már nem igazán használják. Egy szép kis rádiótávcső, ahhoz képest nagyon jó állapotban van. Itt, hogyha megállunk egy pillanatra, maga a planetárium, illetve a bemutató hely, először is egy legfelső felület szerint egy teljes kupolás mozifilm vetítőt tartalmaz egy planetáriumot, tartalmaz egy kocsmát, tartalmaz egy szuvenírboltot, egy kiállítást és egyéb érdekességeket. Ez idő szerint 4 filmet lehetett megtekinteni a teljes kupolás vetítésben. A Kalahári sivatag oroszlányairól, igen-igen sok köze van a csillagászathoz, meg lehetett tekinteni a természet erejét, mint tornádok, szintén nagyon csillagászati jelentőségű, de viszont hála jó Istennek azért volt 2 film magáról a napról, illetve csillagászati témájú. Most nyilván nekünk olyan szerencsénk volt, hogy szerettük volna megtekinteni a csillagászati témájú, de hát sajnos nekünk a nap témájú jutott, még jó, hogy nem az oroszlános. Nagyon jól felszerelt kis szuvenírboltja van. Itt még azt mondta az ember, hogy na jó, nagyon sok köze van a csillagászathoz, de a következő képen, hogy a kínai agyaghadseregnek mi köze van magához a csillagászathoz, ezt azért nem sikerült kideríteni. Kellemes meglepetésként azért ért bennünket az, hogy beléptünk egy félhomályos területre, ahol mindjárt szembeötlött egy hatalmas nagy gömb, egy holdnak méretarányos képe volt. Sajnos ugye ez így nem jön le a kétdimenziós képről, mehetünk tovább. Elég erőteljesen a űrkutatás felé kihegyezett bemutató volt. Egy picikét rá kellett, hogy jöjjek, hogy ez nem igazán felnőtteknek szól ez az egész kiállítás, ez inkább gyerekeknek szól. Tehát ők valahol ott fogják már meg a csillagászat, illetve a természettudományok felé orientálás, hogy mutassuk meg a gyerekeknek, hogy hát azért az nem hiába van ott fönt a égen. Különböző űr küldetéseknek a szimulációja, mehetünk tovább. Nagyon érdekes, nyilván holland feliratokkal ellátott, általam lefordíthatatlan plakátok. Ezt azért körülbelül értettem, tehát magát a galaxisnak a képét mutatja különböző hullámhosszokon. Mars felszíne. Külön kis diorámát szenteltek a Marsjárónak. Valószínűleg mozgott a történet, hiszen ez jelenthetik ezek a kábelek, ugye mikor ott voltunk, ő nem mozgott. Következőt is kérném. Külön kis DVD képernyőkön film ment a Mars utazásról szépen folyamatosan. Gyerekeknek kis forgatható szerkezetek, ami megfelelő bolygókat rámutatva, megfelelő bolygóképpel kigyulladt. Tehát ez egy olyan múzeum volt, ahol kötelező volt a gyerekeknek hozzányúlni a tárgyakhoz. Tehát itt nem ült nénike, aki azt mondta, hogy rácsapok a kezedre, hogyha hozzányúlsz. Egy Ariana rakétának valamiféle alkatrésze, illetve esetleg annak a modellje. Nem egy az egy arányú, de méretarányos rakéta, rajta egy űrsiklószerű tüneménnyel. Mehetünk tovább. Tehát körülbelül valahogy így nézett ki ez az egész bemutató terem. Ezt Lajos barátom, Végül Lajos barátom mondta, hogy ez egy, mi is ennek a neve, Van der Graaf generátor, Van der Graaf generátor. Nyilván nem működött akkor, mikor ott voltunk, de hát azért ez ott volt, és egyéb képeken lehetett látni, hogy ezt rendesen használták. Most azért itt értettem meg, hogy ez a gyerekeknek készült ez az egész, egy Kinex vagy Knex nevezetű összerakós játék, mehetünk tovább, szintén a gyerekek számára. Egy olyan modell, illetve egy olyan vezérelhető kis szerkezet, különböző gombokkal lehetett, és a következő képen majd talán lehet látni, egy űr eszközhöz a robot karral lehetett csatlakoztatni másik űreszközt. Itt éppen kedves lányom küzd vele, neki se sikerült, de nekem se.
elemeket látjuk a kis táblán. Sajnos nem fotóztam be, de itt volt egy vezérlőasztal, megfelelő gomb lenyomásával ezen a képernyőn, tehát azért mondom, itt inkább elmesélem, és higgyetek ennek, hogy ez így volt, magának az atomnak, tehát illetve annak az elemnek, az atommagja, illetve az elektron pályai megjelentek, és ott szépen rohangáltak az elektronok, hogyha több gombot lenyomtam, hogy az embernek sok keze van, tehát lehetett még akár egyéb elemeket is összeállítani, és mindegyiknél az atommagot, illetve az elemeket lehetett. Ezen a képen a helyi idő, illetve a különböző területeken, különböző országból lévő időt. Felhívnám az a figyelmet, hogy itt nem tették saját magukat középre. Ugye, hol is vagyunk? Ja, itt vagyunk, itt Hollandia. Nem, ők azt mondták, hogy így néz ki a világ, hiszen ők a világban mindenütt jelen voltak, vannak, lesznek. Nyilván teljesen ismeretlen, szimulációszerű kis műszerek, mintha ez egy űrállomás volna, illetve magának az űrállomásnak a vezérlője. Itt is mindenhez hozzá lehetett nyúlni. Itt ugye most megint nem látjuk az embereket, de ez azért volt, mert mi marha korán oda mentünk. Mentünk tovább, de későbbiekben azért lesznek majd élő emberek is a képen. Most nyilván ugye nem egy űrállomásnak a szabványos műszerét láthatjuk, tehát azért kiberhelt valami, de ahhoz pont ugye elég, hogy szemléltetni lehessen a feladatokat. Hubble teleszkópnak a képei. Na, és megjöttek a gyerekek is. Ilyen kísérők vezették végig a kiállításokon, és azt mondtam, hogy idegen lények is vannak itt köztük, mert a következő képen már meg is jelent a legelső idegen lény, ekkor én már elszaladtam. Tehát ők kommentálták a gyerekeket, beléptünk magába a planetáriumba, ott lehet látni a kis egyenruhába fölöltözött kis gyerekeket. Valószínűleg valami tábor lehetett a környéket, de folyamatosan hozták az apró népeket, egy CESZ planetárium. Hát sajnos nem ennek a műsorát láthattuk, hanem a Full Dome mozit, aminek a kivetítője itt van. De egy nagyon takaros kis planetárium műszerről van itt szó. Sietetlen jó állapotban, tehát... Kis... Körülbelül mint én. Tehát én egy kis ember vagyok, de körülbelül mint én. Tehát nem egy óriás. Itt bőszen beültünk az első sorba, hogy mindent jól lássunk, aztán megkapogtattak a vállunkat, hogy jobb volna, hogyha hátsó sorba mennék, mert a Full Dome-ot bizony, ha nem akarjuk, hogy kitekerjen a nyakunk, akkor azért hátsó sorokban jobban látszik. Viszont a székek érdekes módon azért meg voltak ott csinálva, hogy itt a háttámla már meg volt döntve. Tehát minél hátrébb kerültünk, annál egyenesebb volt a háttámla. Mehetünk tovább. Itt egy halszamoptikával készítettem egy képet, illetve próbáltam készíteni, tehát maga ugye a kupola rész, ott van a planetárium műszere, a Full Dome kivetítő, és itt már azért a hátsó sorokba ülünk. Vezérlőpult. Hát itt volt az, ahova általában látogatókat nem engednek be, és lehet, hogy itt mondtam azt, hogy az elnöke vagyok a Magyar Csillagászati Egyesület, Amatőr Csillagászati Egyesületnek, de hát őnek is szerintem teljesen mindegy, lényeg, hogy beengedett. Sőt, mi több, hát ugye ezt a képet készítette egy Albert, én Albert Schweitzernek hívtam, kimondhatatlan nebbi jó ember, de nagyon lelkes volt, én angolul elmagyaráztam neki, már amit én beszélek angolul, hogy én mit is szeretnék, majd ő kérdezett, amit én aztán abszolút nem értettem. Mehetünk tovább. Tehát ez egy 60 centi tükör, 8 méteres gyújtótávolság. Itt azért már látszik az idő vasfoga a műszeren, tehát látszik, hogy nem igazán ebből élnek ők itt. Szerintem nem biztos, hogy tudományos munka folyhat, de azért tiszteletre méltó maga a távcső is. Itt szintén egy halszamoptikával készített kép. Itt egy kicsit magömlése lett a jó embernek, mert ő nem látta még így a saját távcsővét, de hát sajnálom, hogyha neki nincs halszamoptikája. Itt gyakorlatilag ugye én azért egy picit érdeklődöm a napórák iránt is, legalábbis fénykép szintjén. Ugye a Franeckerben láthattunk a templomnál egy napórát. Na itt bőszen lefényképeztem Amsterdamban ezt a szerkezetet, amire azt hittem, hogy napóra, majd később kiderült, hogy egy túrót, ez Amsterdamnak a modellje, hogy is néz ki a tenger felől, és itt a következő, ja, lehet, hogy az a kép már nem lesz meg. Tehát itt gyakorlatilag itt van Amsterdam különböző gátakkal és a megfelelő utcáknak az elnevezésével. Itt már most már hazafele jöttünk. Következő képen, ez Degendorfban van, Degendorfi régi városháza tornyánál 1956-ban készült napóra, ami szintén valószínűleg minden évben újra festhetik magát a napórát. Hát egy kicsit
Érdekes maga a szemléletük, de napórájuk van. Mehetünk tovább, itt még egy néhány kép lesz erről a napóráról. Az idősebbek alul iszogatnak, eszegetnek, nagyon hangulatos kis városka. És elfordulunk egy sarkon, és van egy Mária Segíts nevezetű kis zárda, aminek szintén van az oldalán egy napóra. Napórának a felirata, én lefordítottam, következőképpen alá is tettem, engem a nap kormányoz, téged az árnyék. Ja, és igen, itt van az a kép, amit említettem, tehát Amsterdamnak a modellje, következő kép. Tehát ez volt az utolsó. Még annyit szeretnék, hogy van egy 10 perces film magáról a planetáriumról, hogyha akarjátok. Ja, be is van téve. Tíz perc. Maradjunk a holland feliratnál, hogy holland, igen. Egész Hollandiára jellemző egyébként ez a látvány. Gyönyörű szép zöld a fű. Werd geboren in Dronrijp op 21 magában az országban, amikor voltunk, este 11-kor még világos zijn volt. Ouders waren Jelte reggel 4-kor már felkelt a nap, nyilván ugye. In het oude centrum, vlak naast de kerk, staat zijn geboortehuis. Hier groeide hij op als oudste zoon in een gezin met 4 kinderen. Eise volgde alleen de basisschool en toen hij 12 jaar oud was, kwam hij te werken in de winkel van zijn vader. Die leerde hem niet alleen het vak van wolkammer, maar bracht hem ook de beginselen bij van de wiskunde en de sterrenkunde. Toen zijn vader was overleden, heeft Eise op de grafsteen een rekensom gemaakt. De uitkomst van de som is de leeftijd waarop zijn vader stierf. In de zijmuur van de kerk heeft door het Fries Genootschap een gedenksteen aangebracht om het 100ste geboortejaar van Eise te vieren. Zeven kilometer ten westen van Dronrijp ligt Franeker. Als jongen van 14 ging Eise één keer in de week lopend naar deze universiteitsstad om het wiskundig te doen. In de raadzaal van het stadhuis had een van de weinige portretten van Eisinga. Het werd geschilderd door W. van der Kooi. Tegenover het stadhuis staat het planetarium. Maga a planetárium 2000-es a film, tehát itt még nem planetárium kávéházat hívták. Pitsi Jacobs in dit grachtenpand. Om in zijn dagelijks onderhoud te kunnen voorzien, Hollandiában ebből a téglából készült hasonló stílusban, iszonyatos nagy ablakokkal, függönyt sehol nem láttunk. Volt olyan ház, hogy át lehetett rajta látni. Nem tudom. Naast het huis is een poortje naar de achterplaats. Boven het poortje staan de woorden, verzint eer gij begint. Zowel deze variatie als het originele, bezint eer gij begint, zijn van toepassing op de zeven jaren die het ijzeren kosten om zijn planetarium te doen. We komen nu in de planetariumkamer. Hier heeft Eisinga zijn meesterwerk gebouwd. Zoals nem u kunt zien, tette a lábát, is alles nog in oorspronkelijke staat. Zelfs de kleuren zijn origineel. Boven de bedstee zien we een groot aantal zon- en maanwijzers. Wijzers die de dag, het jaar, de lichtgestalte van de maan, zonsop en ondergang en nog veel meer aangeven. In het centrum zien we als een ster de zon. En rond die zon draaien de planeten. Het dichtst bij de zon staat Mercurius. Mercurius draait rond in 88 dagen. Venus, ook een morgen- of avondster genoemd, is de tweede planeet en gaat rond in 224 dagen. De derde planeet is onze aarde. Om de aarde cirkelt de maan en samen gaan ze in een jaar rond de zon. Mars, ook wel bekend als de rode planeet, gaat rond in een kleine 2 jaar. En dan komen we bij Jupiter, de reus in ons zonnestelsel. In de tijd dat Eisinga leefde, waren er van Jupiter 4 maanden bekend.
tegenwoordig zijn dat de 7. Ugye, ő még, látjátok, arra is figyelt, hogy a naptól távolabb, illetve a nap naptól nem megvilágított rész, az tulajdonképpen fekete. 1 mm a plafon és 1 millió kilométer. Ugyanígy a holdaknál is lehet látni, hogy, a nap felé eső része világos, hátul jövő része sötét, sőt, Jupiter gyűrűjén az árnyék, 227 évvel ezelőtt. És ugye, amit ugye Huygens felfedezett, hogy maga a gyűrű az független a bolygótól. Itt a jó ember meglepte a Földet, de remélem nem történt baj. Wanneer we een stok langs de twee lijnen houden, komen we precies uit bij een wijzertje dat beweegt door een extra itt ugye még azt mondjuk, hogy ez egy jó dolog, hogy bemutatjuk, hogy hogy forog, még az is jó dolog, hogy, valós időben megy, de az, hogy milyen hónap van, illetve abban a hónapban milyen jegy van, itt azért már bonyolítja a dolgot, és mondom, ez egy, tulajdonképpen egy szerkezetről van szó, 4-5-6 darab inga szerkezettel, illetve óra szerkezettel mozgatva, mégis egy egységként mozog, tehát itt per pillanat július van, ugye mi akkor voltunk ott, és a kijáratosabb a csillag jegyekbe, abban a jegyben tartózkodott éppen a nap. És itt jön a szerkezetek a bonyolultsága, amikor azt mondom, hogy ugye van egy planiszféránk, hogy éppen milyen csillagképek láthatók, és aztán azt mondhatnám, hogy a műszereknek a tömkelege megtalálható. Hétfő van. Door een speciaal systeem met een lat die over de zonnevloer schuift, verandert automatisch op 31 december het jaartal. Boven het hemelsplein zien we staan dat het planetarium de schijnbare beweging van de zon en vaste sterren weergeeft. Het woord sterren past niet meer in het radarpaneel. Dus toen heeft Eizinga er een paar geschilderd. Aan de linkerkant van het hemelsplein geeft een wijzertje het moment van zonsopgang aan. Dit wijzertje gaat heen en terug, van 4 uur naar 8 uur. Alles in echte tijd. Dus ugye tényleg megtartom benne a német és az angol is. De hát ahogy beszéltek, az egy tragédia volt. Aan de rechterkant van het hemelsplein minden rész, minden csillog, de zonsondergang. Sehol nincs patina. Ook dit wijzertje gaat heen en terug van 8 uur naar 4 uur. Dan komen we op het hemelsplein. In het midden ligt Vraneker, het centrum van het heelal. Op de achtergrond is de sterrenhemel geschilderd met als koperen schijfje de zon. Die zon kwam vanochtend heel vroeg op en gaat vanavond heel laat weer onder. In de winter komt de zon veel later op, beweegt vlak langs de horizon en gaat vroeg weer onder. In de linkerbovenhoek van de kamer zien we 4 maanwijzers. De eerste maanwijzer geeft op de graad nauwkeurig aan waar de maan zich bevindt aan de hemel. Vanuit de aarde gezien staat de maan nu in Taurus, ofwel apró kis kiegészítés, hogy milyen jegyben tartózkodik éppen a 27 dagen en ruim 7 uur. De tweede wijzer geeft aan hoe laat de maan opkomt. Ook hier moeten we in de winter 40 minuten bijtellen en in de zomer 1 uur en 40 minuten. De derde wijzer geeft de afstand aan van de aarde tot de maan. De maan draait namelijk niet in een cirkel rond de aarde, maar in een ellips. Wanneer de beide wijzertjes op nul staan, dan mikor is de afstand tussen de aarde lépi en de maan át a hold az ekliptikának a vonalát, és ezzel egy időben milyen jegyben tartózkodik, és hogyha ezeket összevetjük, és megnézzük, remélem majd mutatni fogja, maga a hold fázisokat mutató műszert, akkor mikor, in de rechterbovenhoek igen, itt van a hold fázisokat mutató műszer, mikor van ugye új hold, illetve teli hold, de hogyha ez az ekliptikán való áthaladást időpontját is figyelembe veszük, akkor mikor történik napfogyatkozás, mikor történhet napfogyatkozás. Tehát ő ezt szépen kiszámolgatta, és mondom, ez mind mechanikusan történik. De derde wijzer laat zien wanneer de maan, de aarde en de zon in één vlak staan. Ugye hozzátegyem, hogy ezt a saját kis kútfőjéből a saját elmondása szerint az emberi butaság miatt építette meg. Szomszédot meggyújtotta, nem lesz világvége. Dat nu plaatsvindt in het teken van de kreeft.
Ook kunnen we met twee van deze wijzers elke zons- en maansverduistering waar ook ter wereld aflezen. Wanneer beide wijzertjes op nul staan, of de kleine op 6 en de grote op 0, en gelijktijdig de maanwijzer voor de schijngesteldes op nieuwe maan staat, dan hebben we een totale zonsverduistering. Wanneer de maanwijzer op dat moment op volle maan staat, hebben we een totale maansverduistering. Dit planetarium Hemelsplein, zon- en maanwijzers, is uitgedacht en vervaardigd door Eise Eysinga in de jaren 1774 tot 1781. Hogy mi is mozgatja ezt a szerkezetet, ugye az a kis, itt látjuk azt a kis fülkét, ahol az én felvételem tanulsága szerint egy távcső állt. Itt vannak ezek a súlyok, amelyik 4-5-6 darab szerkezetek keresztül mozgatja az egész történetet. És itt található az egyik inga. Eysinga. Itt még ugye megláthatjuk a klasszikus úgymond fogaskerekeket. Egy enkel tandwieltje van de klok kunnen we zien bewegen. De andere wielen. Amikor lent voltunk a planetáriumnál, akkor a jó ember mondta, hogy kicsit, hogyha csöndben maradunk, akkor hallhatjuk a ingának a klattyogását, tehát valójában lehetett hallani a fejünk fölött. Hier kijken we naar een bijzondere tandwielconstructie. Nagyon szépen látszik, hogy nem klasszikus fogaskerekekről van szó, hanem fatárságba belevert részszegekről. Ez egész szerkezetet mozgatja. Hier één van de vijf excentrische tandwielen om de stand van de maan weer te geven. Met regelmaat verschuiven de spijkers van voor in de spijlen naar achter in de spijlen. Hieromhoor wordt de beweging van de maan versneld en vertraagd. Nog even het centrale deel van het radarwerk. Aan de witte lijn van de acht gewichten. Egyébként az interneten magának a planetáriumnak a weboldalán, tehát ennek a szerkezetnek a weboldalán van egy fotó, amin meg lehet azt látni, hogy éppen most perpillanat hol tartózkodik az illető bolygó. Nem webkamera szerűen megy, de hát valószínűleg valamiféle összekötetésben azért csak állnak. Minden fa, minden rész. Irigylem őket, hogy mennyire ráértek. Hier de grote hoepels van de dagwijzer en de buitenste planeten. De tweede hoepel van Saturnus heeft 538 spijkers en verzet één spijker in het midden. Eysinga schreef twee boekwerken over de bouw van het planetarium. Dat deed hij om zijn beide zoons, die na hem het planetarium zouden onderhouden, een handleiding te geven voor onderhoud en eventuele reparaties. Nem volt egy csúnya kézírása. Dit is een van de boeken waar Eysinga wiskunde uit studeerde. Het vertaalde werk van de Griekse wijsgeer Euclides. Op 16-jarige leeftijd schreef Eysinga zijn eerste wiskundeboek. Op zijn 18e berekende hij als zons- en maansverduisteringen. Wij kunnen dat alleen met de computer. Een liefhebber der waarheid schreef dat de planeten op 8 mei 1774 op elkaar zouden botsen en dat de aarde in de poel des vuurs ten onder zou gaan. Veel mensen geloofden dit onzinnige verhaal en om het tegendeel te bewijzen, bouwde Jupiter, Mars, Hold és Merkur együttállása volt, amikor azt mondták, Pieter Jan van der Bilt was een van de tijdgenoten. Hij bouwde telescopen die over heel Europa werden verkocht. Dit is een van de waarnemingen van Saturnus die van der Bilt deed met zijn kleinzoon. Hier
een van de vele telescopen die Van der Bilt in zijn leven bouwde. Eisinga bouwde zelf ook kleine instrumenten zoals deze zakzonnewijzer. Hij is aangepast voor 53 graden noorderbreedte. Toen Eisinga bijna klaar was met zijn planetarium, kwamen de eerste professoren bij hem op bezoek. Onder hen was de bekende professor Hans Winten. Ze waren verbaasd toen zij tot de ontdekking kwamen dat de planetarium tot in de detail nauwkeurig was. Na overleg... Befejezésképpen is azt tudom ajánlani, mint a Hegedűs Tibi barátom mondta, aki teheti, menjen el, nézze meg. Picikét közelebb van, mint Kína, azért sok érdekes történet van itt is. Köszönöm szépen a figyelmet. Ja, bocsánat, még csak egyet szerettem volna, hogy hoztam ezt a kis titkos kis dobozkát. Az igaz, hogy nem ott jutottam hozzá, de erre a korra jellemző, működő szextáns. Ez nagyon fontos műszere volt a akkori hajósoknak. Nyilván ők hajóztak, tehát sok dolgot pontosan kellett megállapítani.